tojás kísérlet, ez a homokágyon elvégzendő kísérletben lehet látni, hogy fehér szilárd anyagunk van középen. Ez nátrium hidrogénkarbonát, illetve porcukornak a keveréke. Egy tömegrész nátrium hidrogénkarbonát és hét tömegrész porcukor van összevegyítve. És ezt most homokágyra tettük, és etilalkohollal megcsepegtetjük. Bátran lehet az etilalkoholt rá csöpögtetni, és utána meggyújtjuk ezt a rendszert. És tudjuk, hogy az etilalkohol kétes lánggal ég, és amikor meggyullad, így ezt lehet látni, ezt a lángot. Lehet látni most a sárgán a lángot, ez a nátriumnak a lángfestése már. Hő hatására az történik, hogy elkezd ugye égni az etanol. Az etanol égése exoterm folyamat, hőt termel, közben meggyullad a cukor is, az karamellizálódik, illetve szén és formájában kiválik. De közben a nátrium-hidrogén-karbonát széndioxidot fejleszt, és széndioxid szabadul föl, és széndioxid pedig fölfújja ezt az égő, elszenesedő rendszert, és így úgy néz ki, mintha éppen egy kígyó kelne ki. Lehet látni, hogy már itt a szarva farka kezd kinőni, ez exoterm folyamat révén